Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Nagy szeretettel üdvözöllek benneteket, kedves gyermekek, kis testvéreim! Öröm a számomra, hogy most itt együtt olvashatjuk majd Isten igéjét. Egy gyönyörű történetről fogunk beszélgetni, egy pogány királyról, Szíria királyáról, aki nagyon dühös volt az Isten emberéről, aki Izraelbe lakott, és elhatározta, hogy ezt a prófétát ő elteszi láb alól. Olyan dühös volt rá, hogy a szemöldökét is összeráncolta, és fölhúzta, a bajusza pedig dühében lekonyult, és nagyon mérges volt, kiabált, ordibált az embereivel, mert nem tudta megemészteni azt, hogy az ő haditervét Isten embere mindig keresztül húzza. Mit gondoltok, sikerült ennek a pogány királynak legyőzni Isten emberét, eltenni a láb alól? Mit gondoltok? Na, erről fogunk máma beszélgetni. Ez a gyönyörű történet az Ószövetségben található, és Elizeus prófétáról szólt, ahogyan Isten mindig megvédelmezte, meghallgatta az imádságait, és csodálatos lelkilátást adott neki, és mindazoknak, akik vele együtt voltak, vele szolgáltak, vagy körülötte éltek. Szíria királya mindig is megtámadta Izraelt, és mindig is le akarta uralni, elvenni a pénzüket, elvenni a termésüket, mindenüket, hogy ő gazdag lehessen. Sosem törődött, hogy mások mennyire szenvednek, vagy éheznek, vagy szomjúhoznak. Most is úgy gondolta, hogy leuralja egész Izraelt, de mindig meghiúsult a haditerve, pedig ő azt a titkos szobájába csak néhány főparancsnokával osztotta meg, hogy hogyan is gondolta azt, hogy milyen hadiparancs van arra, hogy leuralják Izrael népét. De Izraelt ebben az időben nem tudta az ellenség leuralni, nem tudta a földjük termését elvenni, hogy miért. Mert élt közöttük egy proféta, akit Elizeusnak hívtak, és ez az Elizeus az Isten embere volt, és mindig megerősítette Izrael királyát, hogy azon a helyen erősítse meg a védelmet, a csapatait, mert ott fog az ellenség betörni. Szíria királya pedig azt gondolta, hogy biztosan van valaki az ő legfőbb katonái között, aki őt elárulja, és azt mondta a parancsnokainak, ki az közülletek, aki Izraelt mindig értesíti arról, amit én itt a titkos szobában veletek megbeszélek. És akkor az egyik magasrangú parancsnok azt mondta, ó, király, Szíria királya, nem mi árulunk el téged, hanem Izraelben van egy próféta, aki az Isten embere, és az jelenti meg a titkokat mindig a királynak, Izrael királyának. Szíria királya kiadott egy parancsot, hogy fogják el Elizeus prófétát, és küldött egy különös módon felfegyverzett sereget, érte lovagokat, lovasokat, vasszekereket, és sok-sok katonát, úgy annyira, hogy biztos volt benne, hogy na, ezt a kis prófétát majd ő jól elfogadja, és majd elintézi, és Izraelt le tudja győzni.
Dátánban lakott Elizeus próféta, és oda érkeztek meg a seregek, és bizony éjszaka mentek, a sötétség lett le alatt, bár azért zörögtek azok a vasszekerek, nem lehetett olyan csendbe fölvonulni, úgyhogy Elizeusnak volt egy szolgája, aki kikandikált az ablakon, hallotta a nagy kocsi zörgést, és nagyon félős volt. Félt mindig, hogy majd őt is szolgává, rabszolgává fogják tenni, és elhurcolják. Most is nagyon félt, akkor meglátta, hogy tele vannak a dombok hatalmas szekerekkel, lovasokkal, lovakkal, felfegyverzett emberekkel. Akkor még a foga is összekattogott a félelemtől, és vacogott, és nagyon rémült volt, jajgatott félelmében, annyira síránkozott, hogy Elizeus próféta fölébredt, mert álmából riasztotta föl. Hát mi van? Ő pedig elmondta, hogy valamit tenni kell. Ezt olvassuk, hogy ezt kérdezte, hogy jaj, Elizeus, hát mondd már meg, hogy mit kell tenni. És tudjátok, nagyon sokszor éri az ember támadás, akár emberek részéről, akár pedig a társaink részéről, vajon mit kell tenni? Elizeus nem rögtön adta ki a parancsot, nem azt mondta a szolgának, ezt meg azt csinálj, hanem imádkozott a szolgájáért, hogy ne féljen, hogy az Úr nyissa meg a lelki szemeit, és lássa meg a szolga, hogy az Úr meg fogja őket védeni. Tudjátok, a félelem az nagyon rossz tanácsadó, mert belőlünk is nagyon sokszor erőszakos viselkedést hoz elő. Hisztizünk, kiabálunk, sőt, néha pofoszkodunk is, mert mindenképpen meg akarjuk magunkat védeni. Elizeus Isten embere volt, és ő nem félt az ellenségtől. Tudjátok, aki szereti az Úr Jézus Krisztust, annak nem kell félni. Bármilyen erős is az ellenség. Imádkozni kell. Elizeus próféta is itt neki fogott imádkozni, mégpedig azért imádkozott, hogy az ő szolgájának nyíljon meg a szeme, hogy meglássa azt, hogy az Úr megvédi őket. És mit is látott ez a szolga, miután Elizeus imádkozott érte? Hát azt látta, hogy tüzes lovagok és tüzes szekerek veszik körül Elizeust, hogy többen vannak, akik Elizeust védelmezik, mint az ellenség. Merezgette a szemeit a szolga. Jól látok. Tudjátok, ha az Úr megnyitja az embernek a lelki szemeit, akkor másképpen kezd látni. Egyszer csak bátor lesz. Elizeus szolgája is rögtön bátorságra kapott. Ó, hát nem nekem kell harcolni. Hát az Úr hadakozik. És hogy mi megláthatjuk az ő dicsőségét. Izraelnek sokszor mondta az Úr, ne féljetek, mert az Úr hadakozik értetek. Nektek nem kell harcba bocsájtkozni. Hát az ellenség mindenről semmit nem tudott, hogy az Úr elbocsájtotta az ő hatalmas seregét Elizeus védelmére. Az Úr mindig megvédelmezi az ő szolgáit. Te kit szolgálsz? Én az Úr Jézus Krisztust már nagyon régóta, tudjátok,
amikor a szívembe behívtam az Úr Jézus Krisztust, és azt mondtam, hogy lakjál az én szívembe, mert én a te gyermeket kívánok lenni, én azóta az Úr Jézus szolgája vagyok. És akkor én is gyermek voltam, és gyermekként odaszántam a szívemet az Úr Jézus Krisztusnak, és nagyon sokszor adott az Úr Jézus lelki látást, hogy ne a láthatókra nézzek, hogy ne féljek, hogy ne rettegjek, hanem benne bízzak. Az első aranymondások egyike volt, amit én megtanultam, hogy Istenben bízok, nem félek. Ember mit árthat nékem? Ez csodálatos ige volt, és ezt én nagyon sokszor elmondtam, amikor a félelem erőt akart rajtam venni, hogy hiszen én az Úrba bízok, és nem árthat nekem senki sem. Ti is, ha úgy érzitek, hogy gyengék vagytok, hogy az erősebbek legyőznek, akkor mindig gondoljatok arra, Jézus, behívtam a szívembe, Jézus velem van, emberek nem árthatnak. Elizeus újra imádkozott az ellenségért. Azt kérte az Úrtól, hogy vakítsa meg az ellenséget, hogy ne tudják őket bántani. És képzeljétek el, mindegyik ellenséges katonának elment a látása. Nem találták Elizeust, se a kunyhóját, se a szolgáját, és bármennyire keresték is, sehol sem találták, mert az Úr az övéit elrejti az ellenség elől. Olyan nagyon jó az, hogy az Úr minket is elrejt. Ad békességet a szívünkbe, és ad örömet, hogy megláthatjuk az Úr győzelmét. És akkor Elizeus viszont oda ment, és azt kérdezte, na ti kit kerestek, majd én elvezetlek benneteket oda, akit kerestek. És elvezette őket egy városba, amit Samáriának hívtak, és amikor beértek a városba, akkor Elizeus ismét imádkozott értük, hogy visszanyerjék a látásukat. És képzeljétek el, hogy ez meg is történt, mert a katonák egyszer csak észlelték, hogy ők más városban vannak, mint ahova indultak, hogy megverjék Izrael népét, és Elizeust fogva vigyék el. És amikor rádöbbentek, akkor ott volt Samaria királya is, aki azt kérdezte Elizeustól, hogy öljem-e őket már, hogy ezeket az ellenséges katonákat. Mert hogy a király úgy gondolt, hogy legjobb ezektől megszabadulni, és ugyanazt tenni, mint amit ők akartak Izrael népével tenni. De Elizeus azt mondta, ne öld meg őket, ne bántsd őket, hiszen akik hadifoglyok, azokat nem szoktuk leölni, az Úr kezünkbe adta őket, hanem azt mondta, adjál nékik kenyeret, hogy egyenek, és itasd meg őket, mert nagyon megszomjaztak, és utána pedig bocsásd őket el az ő országukba. Csodálatos! Elizeus megbocsájtott a katonáknak, akik őt meg akarták ölni. Nem haragudott rájuk. Az Isten emberének egy szikra harag se volt a szívébe. Nem kívánt rosszat a katonáknak, hanem leültette őket a király asztal köré, ahogy Elizeus próféta mondta, adott nekik nagyon finom eledelt, lakomát szerzett nekik. És amikor jól laktak,
és ettek, és még a lovakra is gondolt, a király is parancsot adott ki, hogy abrakot adjanak a lovaknak, hogy azok is jól lakjanak, hogy legyen erejük Szíriába hazamenni. És az a csodálatos benne, hogy Isten az ő szabadítását úgy adta, hogy az nem került emberek vérébe, nem okozott senkinek se fájdalmat, mert ezek a katonák aztán úgy megváltoztak, hogy azt olvassuk itt a 23. versben, hogy soha többé nem mentek Izrael földjére, hogy azt elfoglalják, és soha nem akarták Isten emberét, Elizeust bántani. Csodálatos dolog ez, hogy aki Isten szolgája, az kész megbocsájtani, és az tud is megbocsájtani, elfelejteni azt, hogy mennyi sok rosszat akartak neki okozni, mert nem táplálja magába a haragot és az indulatot. Ti szoktatok haragudni? Szoktatok indulatoskodni? Olyankor ökölbe szorul a kezetek, és üttök is, verekedtek is, hogy az igazság kiderüljön? Elizeus próféta tudta, hogy egy igazság van a földön, az pedig az Úr. És ő nem akart más igazságot, se a maga igazságát, pedig ő egy öreg, bölcs szolgája volt az Úrnak, a legbölcsebb, aki abba a korba Izraelbe élt, de soha nem haragudott, mert aki az Urat szolgálja, az Isten ügyét szolgálja, a békesség evangéliumát hirdeti, mindenkinek, az ellenségnek is. Jézus úgy tanított bennünket, hogy szeressük az ellenségeinket, áldjuk azokat, akik minket átkoznak, és jót tegyünk velük. Így tett jót Elizeus is, ezzel a szíriai csapattal, katonákkal, lovakkal és lovagokkal. Te valaha is tudtál jót tenni avval, aki téged nem szeretett? Isten szent lelke erre tanít minket.